Ez itt a Hitköznapok, a Hitrádió hitéleti élő műsora, és köszöntöm szeretettel Tóth Gézát ebben a műsorban, a Hitgyülekezete lelkészét. Szia Géza! Szia Csilla, én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, nézőket. És egy nagyon stílszerűen választottunk témát, ugye tombol a nyár, és a sabbatról, a felfrissülésről, a pihenésről fogunk beszélgetni. És hogy egy picit így átállítottam magam így a lenyugvásra, én még nem teljesen sabbatoltam, de azért majd próbálok a nyáron. És azt látom, hogy igazából a Biblia első lapjain már szó van a pihenésről, és hát nem más pihen, mint az élő Isten. Tehát, hogy nem csak nekünk van szükségünk pihenésre, hanem Istennek is. Hogy van ez? Igen, engem is foglalkoztat ez a kérdés, és ahogy gondolkodtam ezen a témán, nekem is eszembe jutott, hogy most vajon miért volt szüksége Istennek pihenésre. Valószínűleg mi a saját fáradtság fogalmainkból indulunk ki, és ezt próbáljuk kivetíteni, vagy a saját pihenés fogalmainkból, és ezt próbáljuk kivetíteni Istenre. Más kijelentésekből lehet tudni Istenről, hogy ő nem lankad, nem fárad el soha, tehát nem. De minden erő belőle származik. Így van. Tehát én úgy értelmezem ez az igét, hogy nem elsősorban arról szól, hogy Isten a hetedik napon megpihent, hogy annyira kimerült a hat nap teremtés után, hogy szüksége volt neki a hetedik napon a pihenésre, hanem ennek inkább én véleményem szerint egy olyan értelme van, hogy megteremtette mindazt, amit megteremtett, és utána egy kicsit eltávolodott és gyönyörködött ebben, és akkor újra levonta azt a konzekvenciát, vagy konklúziót, hogy íme mindez mennyire jó. Tehát én annak a magi jelentésnek, hogy az Isten a hetedik napon megpihent, megnyugodott, azt inkább annak tulajdonítom, és talán a szabbátnak is az egyik nagyon fontos célja is, hogy mindent, amit létrehozunk, amit alkotunk, hiszen bennünket is Isten megáldott kreativitással, az ő hasonlatosságára való teremtésnek ez is az egyik fontos eleme, hogy Isten adott az embernek feladatokat, ambíciót, hogy kitűzzön maga elé célokat, megvalósítsa ezeket, de ezeket élvezze is, és ezekben gyönyörködjön. De hát természetesen a szabad elsősorban az Istenben való gyönyörködésről szól, de azért arról is szól, hogy eltávolodunk azoktól, amelyek a mindennapok során esetleg talán túlságosan is szorosan lekötnek bennünket, és egy picit eltávolodva ezektől rácsodálkozunk dolgokra, helyén kezeljük őket, megadjuk annak az igazi értelmét, amit végeztünk, és inkább én így értelmezem az Istennek a pihenését. Másrészt pedig a bűnbeesésnek a következtében találkozunk először a fáradtságnak a fogalmával, tehát mi a pihenés alatt ugye ennek az élettapasztalatunknak egyfajta ilyen regenerációját vagy ellenpontját értjük a pihenés alatt, hogy elfáradtunk és szükségünk van pihenésre. Nem vagyok benne biztos, hogy egyébként, ha nem esett volna bűnbe az ember, akkor, hogy ez lett volna a célja? Akkor szüksége lett volna ilyen típusú pihenésre, mint amilyen. Hanem inkább a gyönyörködés. Hát igen, a gyönyörködés. Hát abban biztos vagyok, hogy ha nem esett volna bűnbe az ember, ugye ez történelmietlen, akkor is lett volna szabbát, és akkor se kellett volna hétből hét napot dolgoznia, hiszen voltak feladatai azért a bűnbeesés előtt is az embernek, művelnie kellett a kertet, illetve őriznie, tehát ilyen őrzővédő feladatokat is el kellett látnia, illetve mezőgazdasági feladatai is voltak, de minden bizonnyal a hetedik napon ő is megpihent volna, tehát nem hétből hét napot kellett volna dolgoznia, hiszen a törvény az nem a bűnbeesés után alakult ki, hanem a törvény az örökkévaló, tehát az már az ember teremtése előtt létezett, csak később kaptunk róla kijelentést, tehát nem akkor született a törvény, illetve hát ilyen módon a szabbatnak a parancsolata, amikor Isten ezt a Mózesen keresztül kijelentette, hanem az már a teremtés előtt is létezett. És ezért minden bizonnyal az első ember párnak is, ha nem is ilyen törvényszerűen, hiszen neki csak egyetlen parancsolatuk volt, hogy ne egyenek a jó és gonosz tudásának fájáról, de minden valószínűség szerint a hetedik napon Ádám és Éva is megpihent volna, és lett volna... Vagy lehet, hogy pihentek is, nem? Vagy lehet, hogy az Úrral együtt pihentek? Így van, lehet, hogy ezek voltak azok a bizonyos látogatások, amelyek arról szólnak, hogy hűvös alkonyatkor az Úr leszállt, és együtt volt Ádámmal és Évával.
és ez egy nagyon intim és személyes kapcsolat volt az ember és Isten között. Tehát a fáradtsággal azért először a bűnbeesés után találkozunk, amikor Ádámnak úgymond meg van ígérve büntetésként, hogy fáradtsággal fogod szerezni, a kenyeredet izzadni fogsz, erőfeszítéseket kell tenned, és belép a föld belső működésébe egy ellenerő, és nem csak nemes növényeket fog teremni a föld, hanem bogácskórót is, és ezzel a tevékenységeddel szemben, a kreatív alkotó tevékenységeddel szemben lesz egy alkotó, lesz egy ellenerő, és ennek az ellenerőnek a legyőzése részben fog számodra fáradtságot okozni, de maga a munka végzése is fáradtságot fog okozni. Tehát amikor mi pihenésről beszélünk, akkor nyilván abból indulunk már ki, hogy indulunk. Átéljük, így van. Átéljük a fáradtságot. Megjegyzem egyébként, tehát az se volt idegen az embertől, hogy aludt, hiszen mély álmot bocsájtott Isten az emberre, de nagy valószínűséggel mégis másfajta fáradtság. Tehát szerinted meg volt az a bioritmus is, hogy mondjuk nem tudom én, a nap 24 órájából X-et alszik? Igen, éjszaka ugye, a nappal és az éjszaka külön volt választva. Most éjszaka nem nagyon tudott Ádám se csinálni semmit, meg Éva se. Tehát valószínűleg azért... Ugye ez meg volt. Valószínűleg azért az alvás, tehát ez a fajta valami bioritmus, fogalmaztad, ez meg lehetett a bűnbeesés előtt is. Azt is el tudom képzelni, hogy valami fajta fáradtságot az ember akkor is átélhetett, mert azért valljuk be, hogy a fáradtságnak van egy kellemes része. Abszolút. Tehát a Prédikátor könyve például azt mondja, hogy édes az álom a munkásnak. Tehát ha az ember egy bizonyos típusú fáradtságot nem él át, akkor nem is esik annyira jól számára az alvás. Ugye ezzel nem vagyok szakember, tehát nem tudom, hogy az alvásnak még azon túl, hogy az izomzatnak ki kell pihennie magát, milyen más funkciói vannak, de úgy tudom, hogy azért nem is annyira az izomzatnak van szüksége pihenésre, meg regenerálódásra, mint inkább az idegrendszernek. Tehát az egy nagy titok vagy rejtély, feltételezések lehetnek erről, hogy mennyiben változott meg az embernek így mondom működése e tekintetben, de az tény, hogy a bűnbeesés után azért már lehet találkozni fáradtsággal, kimerültséggel, és nem csak az embernek a vonatkozásában, hanem valahogy az állatvilág is ebben benne van, meg maga a föld. Hiszen ne felejtsük el, hogy a szabát törvénye az vonatkozott a földre is, tehát a földnek is pihennie kellett, szabát évet is kellett tartani, akármennyire hihetetlenül is hangzik, de ugye Isten ezt ígérte, hogy a hatodik évben akkor a termést ad az Úr, hogyha betartják a szabát évet, hogy a hetedik évben nem is lesz szükségük arra, hogy vessenek és arassanak, csak ugye az újabb évben, a nyolcadik évben, és ezt ugye Izrael fiai nem tartották be, és ez részben összefüggött aztán a 70 éves babiloni fogsággal is, de ugye a 10 parancsolatban nem csak az emberre vonatkozott a pihenés, hanem ott meg kiemeli Mózes, hogy a barmaidnak is pihennie kellett. És ez azért nem, nyilván nem csak azért volt így, mert általában az állatok, azok az emberek közreműködése nélkül nem tudtak hasznos tevékenységet végezni, hanem Isten ilyen módon az állatokat is védte, illetve az állatoknak a érdekeit is szolgálta. Ugye nagyon érdekes, hogy még az állatokra is kiterjesztette, igen, Isten ezt a fajta parancsolatot, és ennek az áthágása az emberekre nézve is következményekkel járhatott. Az biztos, és ez a stressz, meg a túlhajszoltságból fakadóan, illetve annak az egészségügyi hatásaiból ismert, hogy szüksége van az embernek a pihenésre. Hát ha ezt az ember nem adja meg a fizikai tehát a testének, a szervezetének, akkor ennek lesz a sárga, és lesz következménye. Tehát a test az be tudja nyújtani a számlát. És hát kényszer pihenőre is mehetnek emberek, mert ugye sokszor előfordul, igen, az, hogy a betegség miatt kénytelenek heteket ágyban tölteni és pihenni, és a munka világából kiiktatni magukat.
Tehát ezt is érdemes megelőzni a szabbátnak a megtartását. Igen. Annyira komoly ez, ugye, hogy a 10 parancsolatba is bekerült. Tehát Isten ezt nagyon-nagyon komolyan veszi. Nem tudom, hogy a 10 parancsolat, tehát a parancsolat adás előtt van-e szó a pihenésről? Nekem úgy egyedül Istennek a pihenése az, ami úgy szembetűnő. De hogy onnantól kezdve az biztos, hogy bejön ez a dolog. Így kifejezetten a ciklikus pihenés emlékeim szerint nincsen, de azért arra van utalás, hogy Isten, illetve az ok és az okozat talán itt az Ézsó és a Jákob viszonylatában sem teljesen egyértelmű, de azért arra lehet következtetni, hogy mivel Jákob egy ilyen sátorlakó, szemlélődő ember volt, és Ábrahámról is azért egy olyan kép körvonalazódik ki a Biblia alapján, aki nem volt munkamániás, és például az Úr látogatása pillanatában is éppen egy falat. Izsák is éppen szemlélődött, vagy talán az Úrra lehetett, amikor megérkezett a karaván, aki hozta számára Rebekát. Tehát az egyértelmű így az ősatyáknak az életéből is, hogy ők olyan típusú emberek voltak, akik nem állandóan mozgásban voltak, állandóan. Még ez alapjában közel-keletiekre jellemző, nem? Most, hogy így Európát meg közel-keletet összehasonlítom, a mai napig talán. Igen, így van. Ahova bekuszott hát már a nyugati kultúra. Igen. Ha az ember gondol, akkor közel-keleten valóban egy ilyen nyugodt életet élnek. És ugye pont Jákobnak az iker testvére, Ézsau, pedig vele kapcsolatban pedig pont ezt emeli ki, hogy egy ilyen vadászathoz értő ember volt, és egy olyan képet mutat róla a Biblia, aki állandóan mozgásban van. Tehát ő valószínűleg, hogyha akkor már érvényben lett volna, vagy hát ki lett volna jelentve, a 10 parancsolat valószínűleg akkor sem nagyon tartott volna be. Úgyhogy az Ézsaúnak ez komoly problémát jelentett, és hát pontosan az a szabbatnak is a célja, most nyilván megvan ennek így a fizikai oka is, hogy az emberek ilyenkor ki tudják fizikailag is pihenni magukat, de ezért a szabbat parancsolata az nem csak arról szól természetesen, hogy az ember pihenjen, és fizikailag regenerálódjon. Hanem még miről szól? Hát az, hogy az Úrnak a szabbátja. Uh-huh. Tehát azért a szabbátot nem egyszerűsíthetjük le azért teljes mértékben a pihenésre. Tény, hogy ott ki van emelve, hogy semmit ne tegyél. És tudjuk nagyon jól, hogy ezt nagyon komolyan veszik a mai napig is a zsidóságon belül, mert hát volt te is voltál, voltunk sokszor már Izraelbe, és ugye ott az ember ott találkozik először a szabbat lift fogalmával, igen. Hogy szombaton a lift úgy van beállítva, hogy minden szinten megáll, és nem kell a gombot se megnyomni, hogy még ezt a fáradtságot se. Nekem az a vicces, hogy a WC-papírt is előre letekerik például, tehát ez is egy munkának számít. Igen, tehát tényleg mindent megteszek annak érdekében, hogy akkor ne kelljen az asszony, kizárt, hogy főzzenek, hát pénteken már el kell készíteni az ételt, és szombaton akkor tényleg nyugalom van, de azért ez nem a nem cselekvést jelenti, tehát ez nem egy ilyen buddhista nyugalom, hanem ebben a szellem azért nagyon aktív. És azért ez a jó pihenés, amikor fizikailag és lelkileg se terheli magát az ember gondokkal, meg a felelősséggel, meg a kötelezettségeivel, de azért az igazi és teljes megnyugvás az, hogyha ezt azt nem tudja az ember megcsinálni, hogy a lelkének és a szellemének semmilyen feladatot nem ad. Tehát ez nem egy ilyen meditatív állapot, egy ilyen kikapcsolódás a létből, jó... Talán ez is a cél, nem? Hogy a fizikai dolgokat visszaszorítjuk, és a fizikai dolgokat, nyilván intellektuális tevékenységet az ember végez például nagyon jó, ha keresztény. Természetesen, de nem keresztény, vagy nem hívő, akkor is szüksége van az embernek pihenésre, de azért az meg aztán tényleg az ideális, amikor a pihenés az azzal van összekapcsolva, hogy egy csomó mindent nem teszek,
olyan típusú intellektuális munkát se végzek, mert nagyon sok ember pörög. Alapjában, és most lehet, hogy fizikai munkát nem kell nagyon sokat végeznie, csak a számítógép előtt kell ülnie, és tudom én, táblázatokat kell kitöltenie, vagy valami fajta ilyen közgazdasági számításokat végeznie. Hát ez elvileg ugye nem lenne nagyon megerőltető, de intellektuálisan mégis rendkívül megerőltető, és ilyenkor az ember az intellektuális képességeit is annak szenteli, hogy szellélődik, az Urat keresi, mert ez az a forráshoz való visszatérés, ez a lényege a szabbátnak, az eredethez való visszatérés, hogy akkor azzal vagyok, aki engem alkotott, akkor én ráfigyelek, és akkor újra és újra megerősödik bennem a létezésemnek az igazi originál célja, hogy én Istennel való közösségre lettem teremtve. Nem egy munka elvégzésére, én elsősorban Istennel való közösségre alkotott személy vagyok, és nem pedig egy robot, igen, munkatárs is, de ugye ez az új szövetségben körvonalazódik ki igazán, amikor kiderül, hogy Isten, aki teremtett bennünket, Atya is, az új szövetségnek az egyik legnagyobb kijelentése, vagy a legnagyobb kijelentése az, hogy Atya, Isten, és én pedig Istennek a gyermeke vagyok, igen, munkatársa is vagyok, de mindenek előtt gyermeke vagyok. És a szabbát ez az eredethez is vissza tud engem vezetni. Hogy Isten nem elsősorban azért alkotott engem, mert ő neki van egy nagyon fontos célja, és ehhez neki szüksége van ilyen szolgákra, rabszolgákra, akikkel ezt a munkát elvégzi, és akkor ő ekkor elégedett, és az embereknek az értékét is az adja az ő szemében, hogy elvégzik-e a munkájukat, vagy nem. Tehát ő nem egy rabszolga hajcsár, hanem ő, neki a lényege az a szeretet, és a fiút is azért szülte, hogy a szeretetét megossza, és a világot is azért teremtette, mert felismerte, hogy a fiában, akit szült az első születben, ugyanúgy megvan az igény arra, hogy a szeretetét megossza másokkal, és a teremtésnek tulajdonképpen a lényege ez az, hogy a Krisztus a szeretetét ki tudja árasztani és meg tudja osztani a teremtményeivel, és a szabbátnak pedig az a célja, hogy erre a szeretetre legyen az emberben idő, hogy ezt be tudjam fogadni, ezt el tudjam fogadni. És hogyha még el is távolodunk, igen. Péntek, és az egy távolodási folyamat, és akkor ilyenkor visszahúz minket a jelenlétibe. Ez egy távolodási folyamat, és ilyenkor az ember visszatér. Egyébként az a kijelentés, hogy Isten hűvös alkonyatkor, mert ugye erre azért ilyen módon egy nagyon határozott kijelentés nincsen, hogy minden hűvös alkonyatkor, csak egy hűvös alkonyatról van szó, amikor jött a bűnbeesés után Isten is hűvös alkonyatkor. Meg arról is tudunk, hogy voltak hűvös alkonyatok, tehát hogy több alkalommal. Csak azt nem, hogy esetleg rendszeresen, vagy Igen, de akkor se lennék meglepődve, hogyha kiderülne, hogy ez szombatonként történt, és nem mindennaposak voltak, és egyébként pedig Ádám és Éva végezte a munkát, tehát őrizték a kertet, illetve művelték a kertet. No hát valószínűleg az őrzésben azért volt némi hiányosság, mert pontosan ennek következtében, már ennek a hiányosságnak a következtében tudott a sátán egészen a kert közepéig bejönni át. Tehát valószínűleg az őrzésben azért volt kivetni való, ahogy ezt Ádám végezte, de minden esetre feltételezhető az, hogy ezek a bizonyos találkozások, ezek pont szabad napra estek. De mondom, ez egy kijelentés, de életszerű a Biblia egészének fényében. Ugye a törvényben azért szerepel az, hogy hogyan töltsék a sabbatot, vagy mi történjen a sabbatkor. És ugye azt szoktuk mondani, hogy ugye ez az Ószövetség, és az Új Szövetségben ugye Jézusnak volt is erre egy válasza egy beszélgetésben, hogy nem a szombat van a, nem az ember van a szombatért, hanem a szombat az emberért. De hogy ezért mégis úgy fölmerül az ember, de ez mégis a 10 parancsolatban ott van, akkor az Új Szövetségben, akkor mit kezdjünk ezzel a dologgal? Hát az Új Szövetségben ez a parancsolat megváltozott, de azért más parancsolatok is változtak, ugye szigorodtak. Ez annyiban módosult, hogy a zsidókhoz írt levélben azt mondja Pál apostol, hogy az Isten népének is megvan a szabbátja. Elsősorban a szabbát alatt azt
a teljes beteljesedést kell érteni, az ezer éves királyság is egy szabbát, az lesz a Földnek a szabbátja, 7. évezred, illetve maga a menny bevaló bekerülésünk, az üdvösségünk is egyfajta szabbát, és az, ami mondjuk 6 napból vagy 7 napból egyszer volt az Ószövetségben, hogy az Úrral való ilyen nagyon személyes kapcsolatot az ember megélheti, az az Új Szövetségben, mivel kiválasztotta Isten a testünket, hogy a Szentléleknek a temploma legyen, és kilépett a jeruzsálemi templom szentéjéből, vagy szentek szentjéből, a Sekina, ugye amikor a kárpit ketté hasadt a keresztrefeszítéskor, és hát az emberekben él, az emberekben lakik, akik befogadták őt, a Szentlélek, ezért igazából nekünk folyamatos szabbátunk lehet, és itt most már nem a napoknak a betartása a cél, amire az Új Szövetségben törekedni kell, hanem azok Isten fiai, akiket a Szentlélek vezet. De az egész biztos, hogy ha az ember a Szentlélek vezetése szerint él, akkor pihenni fog, mert lehetetlen, hogy a Szentlélek ne vezesse úgy az embert, hogy pihenjen. A hét minden napja lehet szabbat, vagy a hét minden napjából lehet szabbat. Tehát nem biztos, hogy ez a szabbat pont szombatra fog esni, hanem lehet, hogy hétfőre. Nem biztos, hogy minden egyes héten lesz egy ilyen nap, de ha az ember a Szentlélek vezetése szerint jár, akkor biztos, hogy lesz arra is ideje, hogy szemlélődő életet éljen, Jákobi ilyen szemlélődő életet éljen, és arra is lesz ideje, hogy fizikailag kipihenje magát.